Szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok, ez pedig a CDDA folytatása, vagy a Cataclysm Dark Days Ahead folytatása. Némi turkálás után a fegyvereink közt ebben a készletben állapodtam meg. Gránátvető, ha nagyon szükség van valamire. Pisztoly, viszonylag erős lőszerrel, sok töltényjel hozzá, és egy puska, leginkább a nagy lőtáv miatt, 32-es maximumra lőtáv, és elvileg 12-es lőtávra még elfogadható pontossággal tudunk lőni, így képzetlenül is érdemben, szinte viszonylag nagy mennyiségű lőszerrel. Nem szupererős lőszer, de nem rossz lőszer. Viszont jó lenne mind a handgunból, mind a rifleből, na meg persze a launcherből legalább egyes skills összeszedni, ami egyelőre nincs meg. De most gyakorolhatunk az egyéb nyílpuskákra. Pisztoly, nyílpuska, amivel lehet a handgun gyakorolni, viszonylag elfogadható áron. Legyen. És tudunk így csinálni a normál puska, nyílpuska pedig crossbow, 2x4-ok kellenek hozzá egyedül, azt tudunk szerezni. Nem is túl nehéz. Váltsunk át a Fort Spear-re, mint fegyverre. Sőt, Heavy Stick szintén jó az ügynek. Próbálunk némi extra Heavy Stick-et készíteni magunknak. 3-at tudunk, nem 2-t. Mindegy, kicsit nehéz, de nem is ez a kérdés, nem sokáig akarjuk, hanem egy sima crossbowig. Remek! Megvan mind a három. Nincs meg mind a három, mert heavy stickek garmadáját cipeljük. No. Milyen modokat tudunk rá felrakni? Forward grip. Segíti a kezelést. Csináljunk belőle 3-at. Jó. Kezeljük ott, ahol más nincs. Submachine 2. US Weekly pedig annyira nem szükséges nekem. Bár lehet, hogy elkezdtük gyakorolni a speakinget. Ja. No. Viszont akkor itt az ideje, hogy gyakoroljuk ezekhez az eszközöket. Sima nyílpuska. Egyes szintig akarok csak elmenni, de arra szükségem van. Néhány zombit be kell vadásznunk. Ott harcolnak valamilyen állattal.
Probléma, hogy ilyen lassú képzés lesz. Kaptunk egy semmit, plusz oké. Ez egy 12%-os manőver volt. Na, 50-es sebzés mondjuk. Na. Rifle, 25, buhú, szinte semmi. No, 50%-ra fölment a rifle-ünk, már ebből az első szintből. Tudod mit, azt a sört betoljuk. Semmi probléma. You have nothing to read. Butcher. No. Tanultunk egy félszintet. Kell még egy másik félszint, meg majd ugyanezt megismételni a másik pisztolynyilpuskával. Hát nem jó pofa. Nem. Zombie Scientist. Hello! Na, egyébként egész potens, nem azt mondom. 62%. Gyere egy picit közelebb. Na. Na, mindjárt jobban állunk, 70... És... 86, na. De azt mondom, hogy pikpak, de haladunk. Joint Torsion Ratchet, na az az egyik legjobb feltöltési módszere a CBM-eknek. Ahogy sétálunk, úgy magától automatikusan töltődik. Majd a karakterünk. Na, na. Most már csak az a kérdés, hogy honnan szerzünk még zombikat. Azért egy zombi apokalipszisben ez probléma, hogy honnan lesznek zombiaink. Valami nem stimmel. Na, jön egy kövér zombi, meg egy másik kövér zombi. Oké, hogy eltalálom, a gond az, hogy nem hal meg. Hogy állunk? 99. Hogy máshogy állhatnánk? És nem.
Komolyan? Két lövés és 99-en állunk továbbra is. Csak a killre kapunk XP-t, vagy mi? Vagy arra se? Arra se. Ha. Hihetetlen. Look of Fairy Tales. Töltsük fel előre. Na. És akkor pisztoly. Gondolom ennek a lőtávja töredéke majd. Mondjuk a shady zombinak megvan az az előnye, hogy nem lát. Úgyhogy nyugodtan lehet őt lőni. Ami meg nem hal. Na. Handgun 28. Haladgatunk. Hogy lesz nekem itt további zombim, mi? Hát ez a napom ez le. Ez a napon úgy látom zombi képzés lesz. Ó, oh yeah, mindenféle zombik. Na, egy tart felénk. Az jó. Vagy nem jó, hát ez már. Megítélés kérdése. Újabb adag zombik. Na, hogy állunk? Handgun 40%-ron. Lassan-lassan azért összeszedjük. Na, mennyi nálunk? Maradtunk a 40%-on, a fene tudja miért. Már lehet, hogy tényleg csak a halálnál jár XP. Nem. Mindegy, még lehet, hogy ezt a macsekot megnyerjük. Mint végső ellenfél. No, handgun 52%. Hát nem egy... Riptika. Just for fun. Matchbook 4 nem kizgat. Bubble wrap nem izgat. Hú, egészen ben vagyunk itt a városba. Posta közelében. Bike shop. Zombie cop. Zombie child. Swimmer. Yeah. Na jó, kezd nem oké lenni. Egyet-kettőt spitter, na az nem fincsi. És úgy látom az jön felém. Aha. Kilences lőtávon van. Oké.
Na jó, mielőtt ez újra köpne, azelőtt lépni kell. Na jó. Ó, yeah. Muszájnak érzik, hogy felénk jöjjön a teljes horda. Ugye, megmérgezett, remek. Pont ezt akartam. Nyavajás megmérgezzen. Vágy nem. Ez pont nem jó nekem. Aj, de jó, hogy mindenütt extra zombik vannak. Itt bóklásznak mindenfelé. Na, de meghalt és föl lett darabolva ez a spitter. Az nagyon-nagyon hasznos. Handgun 63. Továbbra sem állunk jól, de mondjuk jó lenne megtanulni az egy extra szintet, az első szintet. Egy egész pötty, kemény. Oké. Okay. Handgun 63. 1%-ot tanultunk. Mert mégis mennyit tanulhatnánk abból, hogy csomó zombit megölünk. Oké, zombi gyerek. Hova legyek? Egy újabb zombi gyerek. Na. Elfogyott. És sehol nem tanultunk belőle. Remek. Mindig is szeretem, amikor semmit nem tanulunk abból, hogy harcolunk. Az mindig hasznos. No. Reméltem, hogy még a laborba be tudunk ugrani, de nem. Úgy látom, nem. Shrieker. Igazából kutyát nem érdekli. És na mondjuk így már kezd egy kicsit problémás lenni. Ha 3-4 együtt jön. Lássuk, heavy. És akkor futhatunk. Igen, itt van a zombi, látom. Reload. Látom, hogy jön. Oké. Gyere nyugodtan, zombi. Úgyis meghalsz. Legalábbis nagyon reméljük, hogy meghalsz. Na, valamennyire javult? 74%. Hát valamennyire. De messze nem annyit, amennyit szerettünk volna. Aspirin, na, azt ezért elhúzzuk.
Hammer nem. Olyan már van. Vitamin, miért ne? Oké. És azt hiszem, itt volt egy shrieker is. De azt lehet, hogy... Oké, közben hagyjuk abba a futkározást, plusz töltsük föl magunkat. Na. Hogy állunk? Handgun. Elértük az egyet, a remek. Akkor... Mára ennyi. Már úgy értem az ingén mára. Hazasétálunk. Eszünk, iszunk, gyógyulunk. Igazából ezt a nyílpuska készletet ezt ennyire akarom használni. Már az extrákat. Az ismétlő az jó, azzal semmi bajom nincsen. Egyébként ennyi lenne, hogy... Oké. Ott valami nem volt teljesen stimmelős. Jó. Pontosabban az improvizáltat azt itt hagyjuk. A rendeset azt viszont visszük magunkkal. Van ebbe? Van. És lesz még több. Oké. Miért van nálam 24 granola, meg egy csomó kuki? Mindegy, az tartós kaja. Az jöhet ide. Az emerék mellé. De rossz helyre raktam. Oké, drop. Na, mindjárt kicsit üresebbek vagyunk, annyi kötszer se kell, hogy nálam legyen. Mondjuk 5. Aspirin nem kell, de jól lejön, nem túl nehéz, hogy legyen. Jó, ez mind mehet oda. Kicsit könnyítsünk magunkon. Ezt csak bedobáljuk, hogy ott legyen. Kicsit ezzel fölhígítva persze a cuccot, de inkább legyen hígítva, mint egyáltalán. Nézzük a jármű állapota. Kis és sérült. Tizenegy perc, azt mondja.
Okay. Annyi töltet sincs már, amennyi ehhez kell. Pedig ez még jó lenne. Oké. Okay. Makeshift welder 106. Az nem sok. Éhesek, szomjasak vagyunk. Megesszük a fincsi kis kajákat. Oh, pompót. Be tudjuk tolni azt a kis kompótot. Oké. Felszerelésünk nagyjából oké. És akkor próbáljunk aludni. Gyógyulgatunk. Minimális sérülés, de az belefér, sőt kis extra kényszeralvás, nem opció, hogy elinduljon. Hát akkor egy US Weekly-vel próbálkozunk. És akkor egy egyes alvást összeszedtünk. Hadd örüljünk. No, mennyi lőszerünk van? Ó, ezt mondjuk el lehetett volna húzni előtte. Tread. Chunk of metal. Plastic bag. Próbáld újra. Oké. Okay. És... miből van az? Metal crossbow bolt. Miért nem tudok olyat készíteni? Tudok, csak nem láttam. Oké. Okay. Van rengeteg lőszerünk. Van fegyverünk, van mindenünk. Eszünk, iszunk. Hét nap. Hát ezt tök feleslegesen megisszuk. Oké. Okay. És akkor irány az egyik labor. Valószínűleg csak oda fogunk menni és megnézni, hogy mi a bejárat. De megkeressük, hogy állunk. Hát egyszerűbb, hogyha itt délen át hajtunk keresztbe. Minden egyéb probléma nélkül. Gyakorlatilag itt. Próbáljuk nem elütni a élővilágot. Még kellhet. Az a állat nagyon elém akart ugrani. Hát ha elgázoljuk. De hát ez van. Oké, picit észak felé hajtunk. Úgyis arra van a labor.
Denevér horda. Próbálunk nem kiirtani őket, mert alacsonyan szállnak. Hát azt legyalultuk. Mondjuk némi toll nem feltétlen ártana, ha már ilyen szárnyasok repkednek itt. Ekkora mennyiségben. Oké, átértünk. Hát akkor ezt a Science Lab, vagy Science Lab, semmi különbséget nem látok köztük. Kicsit lassítunk. Ennyi. Békésen meg. Lighter. Sosem árt. Gúpit. Na. Nitrik acid. Rengeteg gúpit és egy gumicsizma. Hát ennél komolyabb lootot vártam a épület tetején. Egy darab nitrogén sav. Na hát most óvatosan lesompolygunk a következő alkalommal. Mára ennyi, innen folytatjuk. Behatolás a laborba.